Köszöntöm nézőinket a Stúdió KB július 21-i adásában. Műsorunkban szó lesz a készülő települési kézikönyvről, melyről Várszegi Bernadett osztályvezető ad tájékoztatást, a tűzgyújtási tilalomról Szelthoffer Ferenc tűzoltó parancsnokot, míg a digitális szakadék megszüntetéséről Buszi János mentort kérdeztük. Augusztus 4-én és 5-én Bakonyi betyárnapok várják a Zirc-re látogatókat. Kulturális ajánlónkban a hagyományőrző rendezvény programjaira hívjuk fel a figyelmet. Tudósítunk a Kalandos Keddek eheti túrájáról, majd a Ciszterci műemlékkönyvtár Rembrandt kiállításának megnyitójára látogatunk el. Magazinunkat a Bakony hangja színjátszó csoport által előadott Nóti Károly, a Cég arája című darabjával zárjuk. Jó szórakozást kívánunk! Települési kézikönyv készül Zircen. Pár héttel ezelőtt volt egy lakossági fórum itt Zircen, aminek a célja az volt, hogy a lakosság értesüljön a település arculati kézikönyv összeállításának a folyamatáról, illetve arról, hogy elkezdődött ez a folyamat. Ez egy új dolog, ez a település arculati kézikönyv. Mit jelent ez? Igen, ez egy teljesen új dolog. A település képi törvény tavaly alkotta meg az országgyűlés, abban találkozhattunk legelőször a településképi arculati kézikönyv fogalmával. A település, minden településnek el kell készíteni a törvény alapján ezt a dokumentumot, ami dokumentum összefoglalja a település jellemzőit, a település arculatát, mint ahogy a nevében is szerepel, ezen kívül ajánlásokat fogalmaz meg, jó példákat emelünk ki a településen lévő építészeti és táji megjelenésből, mert hogy ez teljes közigazgatási területre készül, tehát magában foglalja mind az épített, mind a természeti környezetet. Ez a településképi arculati kézikönyv alapja lesz majd a településképi rendeletnek, amit szintén minden településnek meg kell alkotnia, ami eddig szintén nem volt, és ez is egy teljesen új rendeleti forma lesz. Ez egy nagyon jó dolog, erre még vissza fogunk térni, de először egy picit erről a folyamatról. Tehát már volt egy lakossági fórum, amin a lakosság nem olyan nagy számban vett részt, mint ahogy az elvárható volt, hiszen ezt azért mondom, mert az interneten rendszeresen fellángolnak érzelmektől sem mentes viták a település arculatáról. Ezután is beleszólhat valamilyen módon a lakosság ebbe a folyamatban, vagy részt vehet? Egyáltalán erre a folyamatról mondjunk egy pár szót. Jó, természetesen ennek az egész folyamatnak, az arculati kézikönyv megalkotásának a folyamatának az egyik alapmondása, hogy széles körű társadalmi bevonással készüljön. Az első lakossági fórum az egy tájékoztató volt, hogy egyáltalán tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy van egy ilyen, elindult egy ilyen, elinduljon egy gondolkodás, hogy elkezdjük más szemmel, olyan szemmel nézni a településünket, mintha ott akkor járnánk ott először, tehát hogy azokat, ami mellett nap mint nap elmentünk, azt abba felfedezzük a szépet, a jót, és természetesen lesz ennek folytatása. A lakossági fórummal párhuzamosan meg kellett kérnünk az államigazgatási szervektől egy adatszolgáltatást, tehát van ennek egy protokollja, amit be kell tartanunk nyilvánvalóan. Ezen adatszolgáltatás birtokában és az itteni adatgyűjtéssel együtt el lehet kezdeni ennek a vázát felépíteni, és mihelyt ez kialakul, akkor ismét lesz egy megkérdezés, és várjuk a lakosságnak a véleményét, alkotó jellegű véleményét, tehát itt nem egy ismertetésről szeretnénk beszélni, hanem arról, hogy együtt alakítsuk ki ezt az arculati kézikönyvet, amiben nagyon jól el kell majd különítenünk a településnek egyes részeinek a azonos karaktert hordozó részeit, és ott meg kell határoznunk, meg kell fogalmaznunk, hogy annak a település résznek mik ezek a karakterei, mik ezek az eltérő karakterek, amik meghatározzák, amitől olyan, amilyen, és amit szeretünk benne.
és a későbbiekben viszont akkor ezekkel az elemekkel kell majd foglalkoznunk, ezeket az elemeket kell majd valamilyen módon megőriznünk, arra javaslatot tennünk. Tehát akkor, ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, akkor ennek az a célja, hogy igazán stílusos, hangulatos, érdekes, izgalmas település kép alakuljon ki, illetve ami van, azt megőrizzék és továbbfejlesszük. Igen, tehát ez itt van, ez megvan. Amellett, hogy ugye van ennek egy, mint mondtam az előbb, egy ilyen funkcionális feladata is, amellett ez mindenképpen a település identitást tudja erősíteni, hiszen tudatosodik bennünk itt élőkben, hogy mi is vesz körül bennünket, mi az a környezet, amiben élünk, és mi az az egyediség, amitől különbözőek vagyunk más településektől. Említette az elején, hogy akkor, ha ez elkészül, ez az egész munka, akkor utána az önkormányzatnak kell hozni egy rendeletet, amiben ezt tulajdonképpen törvényi szintre emeli, hogy ezt meg tudjuk őrizni. Jól értem? Hát ez egy megalapozó munka része lesz ennek a rendeletnek. Ez a rendelet, ez több tényezőből tevődik össze, tehát ez nem egy teljesen új történet. Jelenleg is vannak olyan rendeleteink, amik már településképi rendelkezéseket tartalmaznak, így a helyi építési szabályzat, a hirdetőberendezésekről szóló rendelet, de valószínűleg a közterületekről szóló rendeletben is vannak ilyen rendelkezések. Nyilván ezek, illetve ami még nagyon fontos, van egy rendeletünk a helyi védett értékekről. És ezeknek a rendeleteknek a egy rendeletbe történő összeépítéséről van szó, illetve az arculati kézikönyvben meghatározott és fontosnak tartott elemeknek a megőrzését szolgáló rendelkezések kerülnek még bele, mint új elemek ebbe a rendeletbe. Befejezésül egy indiszkrét kérdés. Önnek, mint szakembernek ez a könyv, ez egy ilyen jó előremutató dolgot jelent, vagy inkább terhet? Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy előremutató dolog. Ez nálunk a kis hazánkban egy teljesen új műfaj, mint ahogy az elején is beszéltünk erről. Más országokban ezt már használják, beépült a köztudatba. Hát nálunk ez most indul el, és hát csak remélni tudjuk, hogy ez majd egy idő után tényleg beépül nálunk is a köztudatba, és szeretettel és odafigyeléssel fogják forgatni az emberek, mind az itt élők, mind pedig azok, akik ide szándékoznak költözni, hiszen nekik is ez egy nagyon jó információt ad a településről. Továbbra is tart a tűzgyújtási tilalom. Parancsnok úr, azt láttuk a tévében, hogy nagyon komoly károkat okozott a vihar bizonyos településeken, ami környékünkön volt ilyen zordidőjárás. Tapasztalhatták, hogy minket elkerült, nagyon szerencsés helyzetben voltunk. Az országnak inkább a déli részét érte. Itt a Balatonnak a déli partja Siófok környékén volt, ha nagyon túlcsordulunk a megyén. A megyévre se volt jellemző ez a viharos időjárás, de egy-két káresemény nálunk is, nem jelentős számú káresemény megjelent, így fakivágás, esetleg egy kis vízszivattyúzás, de minimális mennyiségben. Akkor, hogyha vihar, víz nem volt, akkor volt szárazság és tűz ezzel kapcsolatban. Voltak káresetek? Azt gondolom, hogy nagyon jó a preventív megoldása ezeknek a dolgoknak. Nagyon jól dolgozik, azt gondolom, az országos média is, mint a helyi média. Így a tűzgyújtási tilalomra való felhívásokat nagyon gyorsan közzéteszik. Jelen pillanatban is kiadták, és érvényben van a megyénkre is, és országos szinten is a tűzgyújtási tilalom. Így az erdősávtól számított külterületen, erdősávtól számított 200 méteren belül tilos tüzet rakni. Ez nem vonatkozik a szalonasütésre, de ezekben az esetekben is oda kell figyelnünk, megfelelő oltó vízzel vagy oltó anyaggal rendelkezésre kell állnunk, ez lehet föld is, vagy homok, éppen mi van a közelünkbe, vagy egy lapáttal, hogyha el tudjuk oltani a tábortüzet. Tehát kisebb tüzek, de megfelelő oltóanyag. Hogyha ebből kialakul
felelőtlen magatartás miatt kialakul, vagy nem megfelelő oltóanyag ellátás miatt kialakulna tűz, akkor az viszont mindenféleképpen vizsgálat követi. A vizsgálatot követően meg tűzvédelmi bírságra is lehet számítani. Körülbelül havonta megjelennek az interneten, Facebookon olyan hírek, hogy a szomszéd megint ezt csinálja, azt csinálja, tüzet rakott, főleg itt Zécről van szó. Ezzel kapcsolatban egy pár jó szót szóljon a város lakóinak. Személyes tapasztalatom, és nem zirci, más településen, ez a jó szomszédi viszony, ezt mi nagyon szeretjük, de tény, hogy jelen pillanatban a zirci járás területén sehol nem lehet belterületen égetni. Gondolok itt száraz gajak, ágak égetésére. Ha csak az lenne, sajnos találkoztunk műanyag flakonnal, amikor nem, tehát akkor mi sem vagyunk eltekintőek, akkor nem tehetjük meg igazából egyik esetben sem, hogy eltekintőek legyünk. Nekem az elsődleges az lenne, hogy mindenki érdeklődjön a zirci járás területén. Minden egyes önkormányzat belterületi égetésről rendelkezik. Rendeletben foglaltak szerint lehet belterületen ilyen égetést folytatni, megfelelő időszakban. Ezért nem is mondom azt, hogy szeptember 1-től április 1-ig, mert valahol szeptember 1-től április 1-ig, de csak hétfőn és szerdán, vagy hétfő szombat. Tehát mindenhol változik, mindenki érdeklődjön a jegyzőnél. Itt az elsőfokú tűzvédelmi hatóság, már túllépünk a jegyzőn, mindenféleképpen a kirendeltség hatósági osztálya veszi kézbe az ügyet, és lehet, hogy első körben egy figyelemfelhívással ez megoldódik, de előfordulhat, hogyha nem olyan a hozzáállása az állampolgárnak, akkor akár pénzbírsággal is sújtható. Én azt gondolom, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a környezetünket védjük, próbáljuk meg ezeket az égetéseket minimálisra csökkenteni, hogyha kell, akkor nagyon mennyiségű fánál fel lehet ajánlani rászoruló családoknak ezt a falmennyiséget. Ha száraz füvünk van, én azt mondom, a száraz fű az, hogyha megfelelően van kezelve, azért nagyon gyorsan eltűnik fűnyírásból adódóan. Én is aktív fűnyíró vagyok, úgyhogy ezt tudom, hogy ennek van megfelelő megoldás. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket összegyűjteni és elégetni az a legrosszabb dolog, amit tehetünk a környezetünkkel. Egy nagyon klassz versenyen is részt vettek, ahol egész szép eredményt értek el, igaz? Igen, a megyei rendezésben történt Tapolcán egy kizárólagosan szakmai verseny, ahol a többféle formában osztályozták, illetve minősítették a munkát. Volt egy csapat, volt egyéni versenyszámok, ahol tesztjellegű elméleti feladatokat kellett megoldani. Gépjárművezetőknek egy gyakorlati feladat emellett szlalomozás, tolatás, tehát egy nagyon igazából időre menő, illetve mínuszpontszámokat magával vonó versenyszám volt. És egy csapat verseny, ahol 10 másodpercen csúsztunk le, de csapatban a másodikak lettünk az önkormányzati tűzoltóságok vonatkozásában, illetve egyéni versenyszámokban mindegyik versenyszámon el tudtuk hozni az első aranyérmet. Első helyezést értek el. Azt gondolom, hogy furcsa az, amikor a mind tűzoltásvezető, mind a beosztott tűzoltó, mind a gépjármű vezetői első, illetve beosztott tűzoltóként első és második helyezett is a zirci csapatból jött ki. Első helyezen végzettnek, és a csapatban meg a második. A csapat feladat az megelőzött minket a helyi tapolcai önkormányzati tűzoltóparancsnokság állománya. Ezután is gratulálunk azért nekik. De azt gondolom, hogy ez pont arra jó motiváció nekünk, hogy jövőre még jobbak lehessünk. Az önkormányzat idén is nyári napközis tábort szervezett, melyhez testületi határozat alapján az zirci német nemzetiségi önkormányzat több mint 84 ezer forint támogatást ad. Az összeg kizárólag kirándulás úti költségeként, múzeumlátogatás vagy kulturális rendezvény belépőinek vásárlására használható fel. A német önkormányzat képviselőtestülete e támogatással is szeretné a gyermekek nyári szünidejét színesebbé tenni. Ingyenes számítógépes tanfolyamok indulnak ősszel.
Az lenne a kérdésem, hogy hogy állunk a digitális szakadék leküzdésében? Köszönöm a kérdést, nagyon aktuális. 2015-ben elkezdődött ez a projekt, ami a GINAP 2.1 néven fut, teljesen 100%-osan uniós támogatás, mindegy 9 milliárd forint. 2017 júliusában lesz vége, illetve most már újabb 5 milliárddal megtámogatták, és mint mondtam, ez teljesen 100%-osan uniós támogatás. A lényeg az, hogy van egy réteg, aki teljesen elmaradt a digitális technikától. Itt Iker 1, Iker 2-es tanfolyamok vannak, és az egyik az, hogy megismerkedjen a számítógéppel, az Iker 2-ben meg már önállóan tudja használni a számítógépet. Egyre inkább az e-közigazgatása, ügyfélkapu arra kényszeríti rá azt a korosztályt is, amely kimaradt ebből, hogy foglalkozzon a számítógéppel. Van egy réteg, aki teljesen kiesett ebből. Azok a feltételek, hogy 16 és 65 év között lehet jelentkezni, teljesen térítésmentes, vissza nem kell fizetni pénzt, ha valamilyen egészségügyi okok miatt például abba hagyja ezt a tanfolyamot. Ez 35 órás a képzés, gyakorlatilag eszközt mindent adnak a képzőintézetek, nagyon jó eredmények születnek. A mentornak a feladata toborzás, jelen pillanatban most ez, abból a célból van ez a riport. Aztán a mentorálás, ami azzal, hogy miért hiányzik, miért nem hiányzik, mik az eszközök, van-e valami probléma, és van az utókövetés, amikor is elvégzi ezt a tanfolyamot, amiről kap egy igazolást. Igaziból ezzel, tehát ez nem olyan, hogy ezzel munkáját is kap, hanem egy alapképzettséget. Hát ezek azok a dolgok, amiket nekem figyelemmel kell kísérni. Ebben a térségben Zirc jár élen, Csetény, ahol már volt, és Dudaron. Jelenleg a nyári szünet miatt eléggé problémás szervezni. Bízom abban, hogy szeptembertől, miután újra kiírták ezt a projektet, szeptembertől újra tudjuk mozgósítani az embereket, mert nagyon fontos. Egy kritérium ez, hogy 65 év felettieket nem tudunk fogadni, ez egy kicsit problémás, de így lett kiírva, viszont a következő, a szeptembertől indulóban már 65 év fölöttiek is kaphatnak képzést. Strandok éjszakája a Pápai Várkertfürdőben július 28-án 21-től hajnali 1 óráig. Zenés strandparti a Faterok zenekarral, hastánc és ruttánc bemutató, férfi szépségverseny, koktélbár, csillagfényes csúszdázás. Töltsd velünk a nyár legforróbb hangulatú éjszakáját. Várkertfürdő, az elérhető pihenés. Immár 19. alkalommal vár minden érdeklődőt a Bakonyi Betyárnapok országos betyártalálkozó augusztus 4-én és 5-én a Békefiatal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB szervezésében számos önkéntes és támogató segítségével. Ismét kitárja kapuit a Mesterségek és a Bakonyízek utcája, lovasok, betyárok, csárdabeli szépasszonyok, zene, ének szó, ostorok csattogása és jó kedv tölti meg újra a Bakony szívét. A kétnapos rendezvény ez alkalommal is a Bakonyi Betyárok bográcsos erőpróbájával veszi kezdetét, hiszen egy igazi betyár és csárdabeli szépasszony üres bendővel nem indul neki az előtte álló hosszú, eseménydúsnak ígérkező betyárkodásnak. A rendezvény pénteki késő délutáni ünnepélyes megnyitója előtt Konkolymerse lovas íjász bemutatóját láthatják, majd a hagyományőrzés keretében a Baróti Gál Mózes általános iskola néptánc csoportja,
a Csetényi Bújkanép tánccsoport és a Derceni Gyöngyös Bokréta népi táncegyüttes lépnek színpadra, melyet a Nyilvános Akasztás, avagy Sobrióska színre lép című vásári komédia követ a Kajár Péci vízirevű társulat előadásában. Az esti órákban a Pódium Színház énekes zenés produkcióját élvezhetik a Bordaloktól a Csárdás királynőig. A hajnalig tartó betyárjó buli előtt Bajor ifjúsági néptánc csoport és kíshírő zenekara örvendezteti meg a közönséget, akik az Érci Német Nemzetiségi Önkormányzat meghívására érkeznek városunkba. A betyárnap előtt találkozhatunk velük augusztus 3-án, pénteken 18 órától a Rákóczi téren, és másnap 17 órától Porván is. A rendezvény másnapján szombat délelőtt lovas ügyességi versenyre várják az érdeklődőket a lovaspályán. A kora délutáni órákban a hagyományos művészetek kavalkádja hívogatja a vendégsereget, és a Liba vonat zenekar műsorával kezdetét veszi a késő éjszakában nyúló program a színpadon. Ezúttal sem marad el a Bakonyi Betyárnapok leglátványosabb és leginkább várt programeleme, a 82-es főútvonalon áthaladó lovas felvonulás, a nagy bevonulás kezdetével a főszerep a lovasoké lesz. Lovas bemutató, fogadhajtó és ügyességi verseny váltják egymást az ecélból kialakított pályán. A betyárnapi lovasfesztivál keretében betyár és csikós bemutatóval készül a Bakonyi Vatkanok elnevezésű csapat, a színpadon pedig a hagyományőrző kelevészeket köszönhetjük. A fúvós zenekedvelői, a Devecseri Ifjúsági Fúvós Zenekart, a Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola Ifjúsági Fúvós Zenekarát és az Irci Fúvósok műsorát hallgathatják meg, majd a Derceni Gyöngyös Bokréta népi táncegyüttes csizmái dobognak, szoknyái suhognak. A szombatesti sztárfellépők között köszönhetjük Nádas Györgyöt, aki Molnár György koncertzenekarával mutatkozik be az Érci közönség előtt. Őket követi a Something Nice zenekar Lakatos Ivett és Giorgio közreműködésével, majd a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon is szereplő Kompakt Diszkó énekese Valkó Csaba énekel. Idén is díjazzuk a leghegykébb betyárba juszt viselőket, valamint csárdabéli szépasszonyokat és bakonyi betyárokat is avatunk. A gyerekeket kézműves liget, játékpark is várja, továbbá játékos néprajz Csatbó Melindával, betyártandoda Herbály András, népi hangszerbemutató a kelevészek vezetésével. Természetesen nem maradhatnak el a betyáros hajrá elnevezésű sportprogramok sem az Ércvárosi Önkormányzat szervezésében a sportpályán. A Magyar Vöröskereszt zirci területi szervezete jóvoltából betyáros véradásra is lesz lehetőség. A Bakonyi Betyárnapokat hajnalig tartó betyárjó bulizárja az Elixir zenekarral. Betyárkodjon ön is velünk augusztus 4-én és 5-én. Az eheti keddi kalandozók a Pakucs pihenőhöz kirándultak, amely a Hódosér és a Cuhapatak találkozásánál található. Itt tartott előadást a biztonságos erdei túrázásról Orsós Károly őrnagy, aki felhívta a figyelmet arra, hogy túrázás során mi kerüljön a hátizsákba. Jövő héten, tehát július 25-én kedden a Pintérhegyi Parkerdőbe vezet majd a túra,
találkozó 9 órakor a művelődési háznál. A programra kérjük, jelentkezzenek előzetesen az intézmény elérhetőségein. Felhívjuk az érdeklődők figyelmét a felmerülő utazási költségekre, melyet mindenki egyénileg fizet. Továbbá kérjük, hogy gondoskodjanak megfelelő ruházatról, enni és innivalóról. Mese délelőtre várja a gyerekeket a Városi Könyvtár péntekenként 10 órától. A 2 órás program a nyári szünet végéig tart majd. Kedves gyerekek! Lepjétek meg szüleiteket, olvassatok könyvet! Megújult a Városi Könyvtár olvasópályázata, hiszen ebben az évben virágszirmok helyett egy saját névvel jelzett polcra helyezhettek el annyi könyvet, amennyit elolvastatok, vagy felolvastak nektek, sőt az oldalszámokat is feljegyezzük. A könyvtárból kölcsönzött szépirodalmi mű elolvasásával június 20-ától augusztus 31-ig, kettől péntekig 10 és 18 óra között várjuk az óvodásokat, az alsó és felső tagozatosokat. Rembrandt biblikus műveiből nyílt kiállítás a Ciszter című emlékkönyvtárban. Festőpont a holland aranyévszázadnak, vagy évszázadának, hollandi évszázadának szokták ezt a korszakot élt. Ekkor vívta ki Hollandia a függetlenségét, ebben a korban indult egy olyan gyors fejlődésnek, ami még ugye azért manufaktúrális volt, de az iparral, vagy a kereskedelem azt nemzetközivé tette ezt a kis országot. Virágzott a tőzsde, banküzletek jöttek létre, nagy kereskedelmi társaságok erőkör alakultak meg, és hát a gyarmatbirodalma Kelet-Ázsiával, a Hollandiának ekkor alakult ki, és egy hatalmas mennyiségű áru, arany, gazdagság áramlott Hollandiába. Ugye az alapját, a társadalomnak az alapját Hollandiában a polgárság jelentette, és ez a gazdagodó polgárság is kívánta magának a kultúrát, illetve a művészetet. A kultúra egyik kifejezője természetesen a könyvkultúra volt, ugye nyomdászatot kell itt emlegetni. Németalföld már korábban olyan nyomdászokat adott a világnak, mint például az antwerpeni Christoph Planten, de aztán a 17. századból sorolhatnám tovább, hogyha már Rembrandt kiállítás van, akkor amsterdamiakat kell emlegetni. Természetesen a leghíresebbek közülük az Elsevierek, ugye ez a kiadó, ez a könyvkiadó, illetve könyvnyomda, ami ma is létezik, de nem szabad megfeledkeznünk a Blau családról is, ugyanúgy Amsterdamból. Ugye ő az a nagy geográfiai kiadó, aki például a mi globuszunkat is megalkotta. Enyomdák termékei különben szintén itt sorakoznak a könyvtárnak a polcain, akár itt a balokteremben is, bármikor le tudok emelni egy elzevő munkát, hogy megmutassam önöknek. De ez a barok bútorzat is jól biztosítja stílusával Rembrandtnak a hátteret, hiszen ugye korszaka Rembrandtnak a barok volt. Rembrandt a részkarc, részmetszet eljárással már a 19 éves korában elkezdett foglalkozni. Ekkor műhelyt rendezett be szülei házában. Ugye ez egészen 1961-ig foglalkozott, 1661-ig foglalkozott a műfajjal. Ekkor valószínűleg, hogy a
látásának a megromlása miatt kellett neki ezzel felhagynia. Kezdetektől fogva különben önálló kifejezésnek tartotta a rézmetsz és rézkarc művészetét. Rézkarcainak témaköre különben igen széles volt, felölelte az önarcképtől az arcképig a karakterfejeket, új és új testamentumi ábrázolásokat, de akár tájak, táj ábrázolásokat sorolhatnám, de ugyanígy ismerünk egy darab csendéletét is. Egy-egy kompozíciójának különféle megvalósítási lehetőségeit is különben felvázolt a rézkarcban, így ahogy több festménynek ismerjük a rézkarc változatát, vagy rézkarc előképét. A rézkarcolás technikája különben már a 16. században ismert volt, de igazán a 17. században vált Európában általánossá. És hogyha már könyvtárban vagyok, hozzá kell tenni, hogy a rézmetszés és a rézkarcnak a eredményeit a könyvillusztrálásban is felhasználták. A rézmetszés korai mesterei bevált szabályos, kötött vonalrendszert használtak. Rembrandt fokozott festőiességre törekvő művészi étájának megfelelő rézkarcoló stílust alakított ki. Rézmetszőkéssel és hidegtűvel kombinálta a rézkarcoló eljárást, gazdagítva a kifejezési lehetőségeket. Mivel mesterei nem foglalkoztak rézkarcolással, így egészen bizonyos, hogy a technikát saját maga fejlesztette ki. Rembrandt mintegy 365 rézkarcot és metszetet hagyott ránk, mondjuk a pontos szám az máig vitatott. Francia Nemzeti Könyvtár 1865-ben Armand Durand képzőművész kérte fel Rembrandt munkának a restaurálására. A művész ekkor készített egyenként 7 másolatot a holland festő munkára, és ezek közül láthatóak itt a bibliai témájuk. A képek témája a Biblia. Ebből a szempontból is hiteles kiállítás helyszíne ez az Irci, hiszen az apátság, ahol a magyar ciszterciek nap mint nap Krisztus szeretetébe szolgálják közösségüket, itt élnek. Hát... Egy-két szót szeretnék szólni Rembrandtnak a bibliai témájú műveiről, hogy ezeket, amiket itt látunk, el tudjuk helyezni egy nagyobb kontextusban. Először talán Rembrandtnak egy picit a vallásosságáról. Mondhatjuk, hogy ökumenikus családból származott, édesanyja katolikus, édesapja mondjuk, hogy református, holland protestánsok. Felfogását bár nem kimutatható, hogy maga Rembrandt pontosan melyik felekezethez tartozik, de mégis az egész életét, és látjuk a műveit is, a hit, az egyéni vallásosság átjárja. Festői, illetve grafikusi munkásságának a legnagyobb része az valóban bibliai keresztény témájú. Rembrandt vallásos ábrázolásai között meghatározó a szövetségnek az eszméje. Mi is ez a szövetség? A szövetség az, hogy Isten az emberekkel szövetséget akart és szövetséget kötött. És ez a szövetség átível az egész emberi történelmen, átível az Ószövetségtől, egészen Ábrahámtól kezdve Jézusig, akiben ez a szövetség beteljesedik. Több képet is láthatunk Ábrahámmal kapcsolatban, akinek az életében folyamatosan megjelent
az Isten szeretete, az Isten elköteleződése az ember és az emberiség mellett. És ez a szövetség megmutatkozik nem csak Ábrahámban, hanem folyamatosan látjuk Ábrahám leszármazottaiban, majd később pedig elérkezünk az új szövetségbe. Nagyon érdekes, ahogyan végigmegyünk Ábrahám, Jákob, József, majd pedig jóval későbbi, vagy hozzánk közelebbi ószövetségi korban Eszter és Tóbiásnak a története. Az egyik legszebb kép a szövetség gondolatáról, amiben bele lehet, benne van az ószövetség, hisz a témája ószövetség, de kicsit előre mutat az új szövetségre, az, amikor Jákob megáldja a fiait, Efraimot és Manasszét, és mint egy keresztbetett kézzel áldja meg Efraimot, aki az egyházat jelenti, és így előre utal az új szövetségre. Nagyon mély gondolkodású és magán a látott figurákon messze túlmutatóak Rembrandt képei. És hogyha kicsit az életét nézzük meg, amiben megjelenik a hit és a vallás, azt látjuk, hogy ez a hit elmélyül gyermekeinek, majd feleségének az elvesztése után, egy magába zárkózás, egy elvonultság, egy elcsöndesedés, egy meditatív hangulat mutatkozik meg az ő képein. És ha tovább nézzük, akkor az ószövetség széles képein túl, nagyon sok ószövetségi témájú képe van, megjelennek az új szövetségi képek is, és ahogy végignéztem a kiállítást, talán az új szövetségi téma dominál ebben a kiállításunkban. Témája Máté evangéliumának a 19. fejezete, ami mintegy összefoglalja Jézus tanításait. Sajnos nálunk most nincs kiállítva a 100 forintos című részkarc, az a csúcs műve ebből a korszakból, az 1640-es évekből. Gyönyörűen megmutatkozik a fény, az árnyék, a sötét, a világos háttér, az aprólékosan kidolgozott, az elnagyolt forma, és ez az ábrázolásának a csúcsa. És ahogyan halad előre az életében, 1650-es évekre még tovább szaporodnak az újszövetségi ábrázolások, Jézus élete és tanításai, sorozatot is készített erről, az Ecce Homo, Pilátus szava, íme az ember, mi Jézus kivégzése előtt, aztán a három kereszt, Jézus keresztre feszítése a Kálvárián, vagy akár Jézus bemutatása a templomban, azt hiszem ezzel itt találkozhatunk is, vagy a sírba tétel. De nagyon érdekes, ahogy benne van az egész személyisége a műveiben, például a keresztre feszítés, az egyik keresztre feszítőnek az arca, az ő arca, mint egy a bűnbánatának, személyes bűnbánatának a szava. És ugyanakkor, ha meg előrébb ugrunk, az 1633-as műve volt, persze most vegyesen beszélek részkarcokról és festményekről, ha előre ugrunk, 1657-ben pedig Pál apostolt festi meg, amely egy önarckép. Annak a Pál apostolnak, aki arról beszél, hogy Isten kegyelme nélkülözhetetlen az embernek. És az ember az élete vége felé egyre inkább, ha addig nem is akart ennyire ezzel szembesülni vagy elgondolkozni, Rembrandt is elgondolkodik erről, hordozza magában, hogy amit Pál apostol beszél, a kegyelem az, ami az embert élteti. És talán kicsit
túl is léphetünk ezen, ahogyan Pál apostol a keresztény hittérítésnek az egyik fő apostola. Talán azért is egy önarcképet fest Pál apostolnál, hogy ő is a művészetével misszionálni akart, el akart juttatni egy üzenetet az emberekhez, és mi itt vagyunk majdnem 400 évvel később, 350 évvel később, Rembrandt után, és hozzánk is eljut az ő üzenete. De az az üzenet, amely egy nagyobb üzenet nála, a bibliai témájú képében Isten üzenete, Isten velünk szövetséget akar kötni, és Isten magához akar elvezetni minket. Ez Rembrandt művészetének az üzenete, és ez az, amivel találkozhatunk ebben a kiállításban is. Sikert arattak a Bakony hangja színjátszó csoport tavaszi előadásai. Ezen a héten Nóti Károly a Cég arája című darabját tekinthetik meg. A történet röviden. Weissné, a közismert házasság közvetítő, büszke arra, hogy irodája rendkívül sikeres és soha nem vall kudarcot. Ezzel aztán fel is hívja magára Téglás Elemér nagygazda figyelmét, akinek komoly fejtörést okoz unoka húgának kiházasítása és a hozományvadászok távoltartása. Kemény és Barna vállalkozók szintén Weissné irodáját keresik fel, ők viszont feleséget keresnek. A kritériumaik egyszerűek, minden milyen, csak gazdag legyen, hogy cégüket megmenthesse. Amikor aztán mindannyian a téglás kúriára érkeznek, minden a feje tetejére áll. Kiderül, hogy Barna szereti a sülkibát, Keménynek rémálmai vannak a régi főnökéről, Téglásnak van egy csúfuga. És hogyan végződik a történet? A következő percekben kiderül. Jó szórakozást kívánunk! Ezt én már hetek óta integet. Ezt nem lehet elviselni. Most már tényleg mondjon valamit. De kérem, egy ilyen dolgot nem lehet egyik percről a másikra mérdelni. Ne tessék elfelejteni, hogy a házasság egy életre szól. Ezt meg kell nézni. Meg kell vizsgálni, nem csak úgy hűbele Balázs, kérem. Hűbele Balázs? Igen. Én 25 éve dolgozom ebben a branchban, és pontosan tudom, hogy mit kell csinálni. Az a vőlegény, akit én szállítok, az hibátlan, de nem hűbele Balázs. Ki a bánat az a hűbele Balázs? Azt csak úgy mondják, hogy hűbele Balázs, hogy úgy gyorsan... Ide figyeljem ezt. Mit várjunk, hogyha egyszer már elhatározta magát, és megkapta az örökségét, és elhatározta magát a hugó, hogy férjhez megy, akkor még mit várjunk? Bocsánat. Ezt a dolgot minél hamarabb nyilve kell ütni. Jó, de mégis hány éves a húga? 25. És most siet? Jaj, kérem, most már igazán nem kell sietni. Ez az egy-két hét már nem számít. Én kérem, 25 éve dolgozom ebben a branchban. Na ide figyeljen, Eszni. Van, vagy nincs? Micsoda? Mintha nem tudná. Valami bőlegény a húgom számára. Hát nincs. Hát éppen most akartam mondani. Találtam a nagysága számára egy nagyszerű céget. Bocsánat, jól hallottam? Céget? Jaj, de milyen egy prima céget. Egy elsőrangú nagy kereskedő céget, amelyik nősülni akar. Jaj, a cég akar nősülni? Ken, a cég! Kemény és Barna cipőfűző nagy kereskedő. Két tühtig fiatalember. Képzelje, még ma is fennáll a boltjuk. Még se nem voltak inzolvensek, se nem voltak bezárva. Két tühtig ember. Istenem, Weissné, ma a két ember ez akarja hozzáadni a húgomat? Ha, mert Göncsi kettőhöz? Na jó, hát örülök, ha egy elveszi. Hát mondja kérem, hogy még nem tudtak neki férjet keresni, mert... Azért, mert még csak most kapta meg az örökségét. Azt a milliárdot. Na, hát így van. 11 óra. Hát mindjárt itt lesz a cég. Milyen cég? Mi hát maga ide hívta őket? Persze, ide rendeltem őket. Jézusom, mind a kettőt egyszerre? Igen, hát majd
tetszik őket nézni, aztán amelyik jobban megfelel, azt mindjárt meg is tarthatja. Bejszni, maga úgy beszél a két vőlegényről, mintha két lóról volna szó, de melyik tömélebb, azt megtartom. Mondja meg őszintén, nem egy ló az, aki meg akar házasodni. Akkor az legyen, hogy fogadja maga a vendégeket, jó? Akkor addig előtisztem a húgomat. Jó. Én azt hiszem, bocsánat, jó lesz, ha nem mondunk be 25-öt. Miért? 25 éve egykor? Hát azért, egy nőnél sose állt, ha 3-4-ekre tagadunk. Ja, de egy ott az már megtörtént. Na, ezt nevezem pontosságnak. Jaj, látják, a nagyon pontos emberek. Hát, a Jánosnak sajnos egészen más véleménye van. Ne beszéljen olyan sok felesleges dolgot. Miért? Talán szégyeli? Maga azt hiszi, hogy a Bessy nem tudja, hogyha pontosak lennénk a Jánosnál, akkor nem volna olyan sietős ez a házasság. Jó, de azért nem kell úton útfélen panaszkodni. Látja, azért romlott meg a cég hitelát. Bocsánat, megromlott a cég hitele? Igen, nedves helyen tartottuk. Maga mindig csak viccel. Azért mentünk tönkre. Ha panaszkodok, az a baj, ha viccelek, az a baj, talán a víztől is romlik az a büdös hitel. Hol a mennyasszonyom? Mi az, hogy a mennyasszonyom a magáé? Már az a mennyasszony? Miért talán a magáé? Egyelőre a cégé. Miért? Én nem vagyok olyan testfiú, mint maga? Már megint tették. Magával nem lehet komoly dolgokban elindulni. Egyszerűen azért ment tönkre a cégünk. Nem kérem. A cég azért ment tönkre, mert maga mindig az ellenkezét akarja annak, amit én akarok. Igen? A vártut is én hamisítottam. Csak nyugodtan. Úgy is tudom, hogy valami baj van, ha olyan sürgős a házasság. De hát én nem is láttam. Az igaz. Mondja Bexley. Hány éves? Ó, 52 voltam. Menj, hallgatom a mennyasszonyt. Ja, állsz hozzám képest egy gyerek. Hát mégis hány éves gyerek? 25. És kasszas pontokon hogy adja? Mit tettel kéne? Ennyi a hozomány. Ez másfél milliárd. Megmentjük a kárgát. Mondjuk a hozomány nem valak több. Fontos az, hogy a céget meg tudjuk menteni. Rendben van, Bexley. Maga megkapja a jutalékot, és jön a csaj, el fogom venni. Mi az, hogy átugom benni? Miért maga? Mit értemtelenség állsz? Ez a képen. Látja, Bessley, mindig így csinál. Mindig az ellenkezét annak, amit én akarok. De kérem, uraim, ennek a nézeteltérésnek abszolút semmi értelme nincs. Hiszen az urak még azt se látták, hogy néz ki a mennyasszony. Hát az igaz. Igaz, hogy az Isten adta annyira ronda, hogy egyik is érti át. Az Isten adta olyan csúnya nem lehet. Ennek a cégnek meg kell mosolni. Vagy maga, vagy én, de ezt a nőt okvetlenül elveszítés. Mondja Bessley, hogy néz ki a mennyasszony? A mennyasszony, egy nagyon intelligens, kedves, jószívű teremtés. Hú, baj van, intelligens, jószívű, szóval pocsik. Na de azonnal meg fogják látni, vagy kiküldöm. Vége a szép legény életnek. Pedig, ha jól meggondolom, még rá tudjuk megházasodni. Miért? Olyan nagyon sok jó dolog van ebben a legény életben? Hát a magáiban nincs, de az enyémben igen. Nézd le, nekem erről egészen más a véleményem. Hallgatom. Képzelj el, van egy kedves kis otthon, jó feleség, jó libazsíros házikoszt. Az asszony vesz egy libát, libából van máj, van aprólék, van finom tepertő, comb jól átsütve, piros krumplival, uborka salátával. Mondja, busztust akar nekem csinálni? Én bizony szívesen velünk is jövök. Csak azért, hogy nekem ellen mondjon. Nem azért, hanem azért, hogy megmentsem a céget. Vagy ne tetszett vissza akar menni a ledermondó segédnek? Jaj, erről ne is beszéljen. Emlékszik, amikor nem tudtuk azt a brünni váltót beváltani? Egész éjszaka azt álmodtam, hogy megint segély vagyok a Ledermannál magával együtt. Megkérem, hogy rólam éneket ne álmodjon, jó? Hát várjon, mit mondjak magának? Egész éjszaka azt álmodtam, hogy megint...
hogy visszamentünk a Ledermanhoz, és az aljas Lézinger rögtön szaladt hozzá árulkodni. Hát nézd, hogy micsoda piszak egy fráterát, ez pedig az. Hát igen, ma leképzelheti. Megmondta nekem magáért? Persze, megmondtam neki a véleményemet. Hogy maga csirkefogó, maga gazember, meg is a kollégákra árulkodik, hát nem szégyelli maga? És erre mit mondott? Hát, hogy fogjon be a számot. Nem mondja, és? Hát képzelheti, adtam neki egy olyan frászt. Álmában? Na, na, majd éve. Na látja, azért kell megnősülni. Én nem akarok még egyszer segéd lenni. Én sem, hogy én még egyszer odaálljak reggel az üzlet elé, és várjam, míg meghozzák a kulcsot. Még felhúzni a rólót. Bemenni abba a hideg, piszkos üzletbe. Nem, nem. Akkor inkább elveszem én ezt a nőt. Ha magához adják. Megnősülünk, kifizetjük a váltót, és minden rendben lesz. Most jut eszembe, mondja maga a válaszot, a mászra a vesznek. Válaszolt igen, de nem tudom miért, hogy... Hát itt vannak, kérem az urak. Napot, uraim! Üdvözlöm Önöket! Téglás! Barna, kemény és barna cég, már tagja. Téglás! Kemény, a kemény és barna cég, már tagja. Üdvözlöm Önöket, uraim! Még egyszer, foglaljanak helyet! Köszönöm. A húgom azonnal jön. Adjék esetleg egy kis teát. Rendben. Nagyon szép ez a szoba. Lehetnél a sofőrséges dolgok. Igen, ez a legnagyobb szobánk. 6 méter hosszú, 5 méter széles. Csak csak beszélni. De én a maraságokat. Az én nagybátyámnak volt egy ebédnője. Az 8 méter hosszú volt és 7 méter széles. Én csak a régi lakásunkban volt egy ebédlő. 10 méter hosszú volt, és 9 méter széles. Jó, adjuk már! Az én főnökömnek volt egy ebédlője, az 20 méter hosszú volt, és ilyen keskeny! Na jó. Hát, uraim, én úgy gondolom, hogy jobb lesz, hogyha nem egyszer találkoznak a húgommal, vagy mindjárt tudom, addig is az egyik úr veszélyes befáradni a másik szobába. Barna, menjen be! Miért éppen én? Látja, ezért mentünk tönkre! Mindig az ellenkezét akarja annak, amit én akarok! Igen. Igen, és az ellenkezét csinál valak, amit maga mond! Hát akassza le magát! Miért? Engem nem lehet terrorizálni! Miért ne láthattam én először a mennyasszonyomat? A mennyasszonyomat? Hát jó! Rendben! Nincsen, visszamenjek a Ledermanhoz. Segédnek! Inkább átadom a menjek be én! Még műsorják meg én! Menjek be én mindig, persze, maga jobban. Jól van már, megyek! Én eddig a verszínéval megyünk a másik szobába. De ide figyeljen, Barna! El ne felejtse, hogy a cégről van szó. Gondolom nem akar visszamenni. Na Isten, ő is legyen nyugodt! Kriszti Hand, Barna, 125 éves, akkor én még azt születtem. Foglaljon helyet nálunk, tessék parancsolni. Köszönöm. Tessék. Higgyek el, kérem, az ember az utolsó pillanatban is nehezen szállja rá Tudom. Tudja valami, velem született tartózkodás mindig is visszatartott ettől a komoly döntéstől. Neked hát, kimos a pompa. Mégiscsak egy fiatal női lélekről van szó, ugye? És most is csak a bátyám unszolásának engedek, amikor elhatároztam, hogy véget szakítok ennek a hajadoni életnek, és
hűséges feleség gyanánt. Hozzákötöm ezt a fiatal női lelket egy becsületes férfi oldalához. De higgye meg kérem, nagyon sokáig haboztam. Pedig százan. Meg százan próbáltak ebbéli elhatározásomban megingatni. De sikertelenül. De mint intelligens emberek, ugye hát beszélhetünk nyíltan egymással. Igen, kérem. Ön uram, azt érti ő, hogy a bátyámtól megkérjük... Á, nem! Istenem, mindig meg, hogy tévedés van. Sérte, hát ön nem azért van? Á, nem, nem én rólam van szó, a társam, a kemény akar nősülni. Ja, úgy. De én csak hogy jöttem, hogy eljöttem, hogy a háztizet nézd azt. Na hát ez igazán mulatságos, és hol van a kedves társa? Itt a szomszéd szobában, és bár egy boldog pillanatot, amikor láthatja magát. Hallottam, hogy az ön kedves társa egy nagyon finom úriember. Na és ő nősülni akar? Na és ha nem akar, muszáj neki! Igazán érdekel az ön kedves társa. Jó, várj, szólok neki! Igazán nagyon kedves, de tudja az ember, hát egy leendő vőlegény előtt, hát úgy igazán szeretne, hogy valamit mutatni. Mintha nem volna elég az, amit látnál őle az ember. Hogy hogy fogom én ezt a rettent pocséknőt rásodni a keményre? Hát azt nem tudom. Jézusom. Kemény, jöjjön! Hát Istenem! És? Nézze, Kemény! Hajvé! Tudom, csúnya nő! Tudom, hogy maga miért felnősül, csúnya nő! Azt nem mondom, nem is annyira a csúnya, aztán a keze kimondottan gyönyörű. Hát akkor kérje meg a kezét! Nézze, Kemény, én nem nősülök. Nem nősülök? Ha szép volna, maga venni el, de mert csúnya én vegyem el. Maga mindig így csinált velem Prágába, ahol nagyszerű élet van, oda maga ment el bevásárolni, de Szakszentmártonba, ahol egy biliárdasszalon kellett aludni, oda engem küldött el aludni. Hát kész, én ezt a pocsekőt nem veszem el. De ezt miért nem is látta? Ha mit kell nekem azt látni? Én szeretem, hogy micsoda nő lehet az, amit még magának sem tetszik. És arra nem gondol, hogy esetleg... megint visszamehetünk a Ledermannhoz, és segítlek. És te már a kis hamis váltó is. Jól van. Megnézem magamnak azt a nőt. Mi baj történhet itt? Hát, igen, mi történhet, hogyha fogja megharapni? Mert van itt valami. Minden esetre nézze meg, és gondoljon arra, hogy a céget meg kell menteni, és ugye bár az a hamis váltó is, gazette. Hogy ugye bár nem akar visszamenni megint. Mit lehet tenni? Másfél milliárdra sok pénz. Nagyon sok pénz. Nem is olyan sok. Kemény úr? Hú, igen, kemény vagyok. Bocsásson, megváltoztam. Ha még maradhatott volna. Higgyel, kérem. Az ember még az utolsó pillanatban is nehezen határozza el magát. Isten tudja, hát valami felem született tartózkodás. Hát mindig is visszatartott ettől a komoly döntéstől. Hát mégiscsak egy fiatal női lélekről van szó, ugye már? És most is csak a bátyám mozdulásának engedek, amikor elhatároztam, hogy véget szakítok a hajadoni életnek, és hűséges feleség gyanánt,
hozzákötöm ezt a fiatal női lelket egy becsületes férfi oldalához. De higgyen meg kérem, nagyon sokáig hoztam. Pedig százan próbáltak, ebbéli elhatározásokban megintani. De sikertelen. Őszinte emberek, beszélhetünk egymással nyíltan. Ön uram azért jött, hogy a bátyámtól megkérje. Mi? Ja, biztos, hogy nem. Ez valami tévedés. Nem. Tessék, hát ön nem azért van itt? Dehogy, hát én a Barna, a társam nevében jöttem egy kis háztűzni. Aha, ön is. Hát a Barna meg azt mondja, hogy ő az ön nevében jött háztűzni. Az ember rám akar gyorsózni, de nem, nem tudom, hogy egy ilyen kis vicces alak. És addig nem akar hilatkozni, amíg az én véleményemet meg nem kérdezi. Tetszik tudni, ilyen szigorú üzleti ügyekben mindig közösen határozunk. Aha, értem. Szóval, önök társak? Önálló kereskedők? Egyelőre. Na hát, mindig is egy önálló ember volt a vágyam. Mert hát, ugyebár egy alkalmazott, például egy segéd... Mert kérem, a segédnek semmi rossz dolga, kérem szépen. Bemegy abba az üzletbe reggel, frissen felhúzza azt a rolót, rendbeszedi az üzletet, nem igaz? Nem muszáj annak a segédnek elkésni. Kérem, tessék nekem elhívni, hogy a Schlesinger nem is egy olyan rossz ember, hogy árulkodik. Igaza van. Tessék annak a segédnek pontosan bemenni abba a bűnös üzletbe. Van, kérem, szól egy szót az a Lederman, hogyha az a segéd szól. Pontosan elvégezni a munkáját. És ha szól, azért főnök. Inkább szóljon a főnök, mint hogy az ember legyi az életet egy ilyen pocsék öreg nővel. Hát, hogy a segédnek nincs is olyan rossz dolga, kérem szépen. Hát nézze, Kemény úr, megmondom magának őszintén. Én nagyon szeretném, hogyha a Barna úr belemenne ebbe a házasságba. Én is. Hát, szóljon egy pár jó szót a Barna úrnál az én kislány gyermekében. Hoppá. Miféle kislány gyermekében? Hát a kicsike érdekében, hát akiről szó van. Hát nem ön akar férjhez menni? Én! Hát, ebből is miért is jön? Hát, én is férjhez mennék ám, hogyha akadna egy jó parti, hát elvégre összegyosszony vagyok. Nem volt elég, mint olyan öreg. Na de most a kislányunkról van szó. Már is behívom, bemutatom önnek, jó? Gizike! Kislányom, gyere! Gyere, gyere kicsit én, gyere! Gyere, drágám! Kislányom, bemutatom neked Kemény urat. A Kemény ura Barna úr üzlettársa. Tudod, fiam, a Barna úr az az úri ember, aki érdeklődik irántad. Kisztihan, hisz ez egy gyönyörű. Tetszik tudni, itt valami félreértés van, ugyanis az előbb vicceltem, és egy vallomásra tartozom. Viccel? Igen, ugyanis az az úri ember, aki Gizike után érdeklődik, hát az én vagyok. Igazán? Hát és miért nem mondta ezt mindjárt? Hát, mert azt hittem, hogy kegyed... Tese? Hát, hogy úgy is tudja! De na, hát ez igazán kedves. Na, gyere, Gizikem! Önhöz pedig be fogom küldeni a bátyámat, és majd megbeszéli kegyeddel a dolgot. Na, Gizike talán addig itt maradhatna. De kérem, egy idegen urral egyedül egy szobában? Hát, miért? Talán azt hiszem, hogy én esküvő előtt, hogy... Na, ő nem úgy néz ki, mint akiben meg lehet bízni. Nézze ki, mint akiben meg lehet bízni. Ezek tudnak a vállalhamisításról. Na? Mi az, hogy na? Látta? Láttam. És mit szól hozzá? Tudja, nekem tetszik. Hát, hogy a hukája menjen ki magának, hát a hurokája van. Maga egy hülye!
maga a nő. Tudja, akkor vegy el. Mit röhög? Hogyan itt röhög? Tudom, el is veszem. Maga elveszi. Igen, is elveszem. Hát nézd a kemény. Hát egy nagyon gyönyörű dolog magától, egy cégét, egy réves áldozatot hozni, hát mégiscsak egy ilyen... Hát kérem szépen, én már csak ilyen vagyok, és nem is olyan nagy áldozat. Hát mégiscsak egy ilyen pocsék nő, hát... Pocsék maga, érti? Kikérem magamnak, hogy a mennyasszonyomról így beszéljen. Jó, nem kell úgy tüzelni. Nem egy Vénusz, az biztos. És nekem mégis tetszik. Szép ízlése van magának, mondhatom. Miért? Szép, kedves kis alakja. Az a hangos kis arca. Hangos? Igen, hang. Az a aranyos kis szája. Aranyos kis szája? Hát akkor nem jól láttam. Kemény úr, a bátyám kéreti. Szeretné önnel megbeszélni az ügyet. Na, itt vagyok. Szóval itt lakodalom lesz? Igen, megkérem, nagyon boldog vagyok. De hogy hol látott a kemény hangot? Hol is száj? Hogyha a nő a keménynek jó lenne, nekem is jó lesz. Az az igazság, hogy én is már nagyon unom a legényéletet. Hát térjen ön is a házasság útjára. Hát sajnos már elkéstem róla. Ó, tehát minden beszélgetsz? Miért késett volna el? A kemény a társa megelőzött. Ugyan már, hát maga kis csacsi. Hát vannak még más nők is el. Mit érdekelnek engem más nők? Hát fakadnak még csinosabbak is. Csak csinosabbak. Hát a szimpátia, de mégis csak szimpátia. Igen, szimpátia. És amikor én önt először megláttam... Igen, önt én már akkor éreztem, hogy... Most csak ön mellett lehetek boldog. Komolyan. A legkomolyabban. Szóval, hogyha jól értem, pártom bocsássunk. Precizírozna csak ezt a dolgot. Ön engem el akar venni feleségül. Azért jöttem. Jaj. Mi van? Semmi. Ödön. Én imádom magát. A nevem Perec. Nem lehet olyan neve, hogy én önt ne imádjam. És mit szól ez a... De te addig is akar a feleségem lenni? Hát most nem is tudom hirtelen. Erre a kérdésre mit is válaszoljak? Egy kis gondolkodási időt hadd kérjek. Igen, akarok! Hát de minden kérdés, ez magától magad, csacsi. Ahogy azt mondtam, hogy mit fog ehhez szólni a társa? Hát de mit érdekel engem a maga társa? Hát minő vele szólása van a mi boldogságunknak? Tényleg, mi köze van a mi dolgunkhoz? Megyek, és megmondom a bátyámnak. Ferenc, én olyan boldog vagyok. Én olyan boldog vagyok. De hol van tudok ezt? Hát, kedves Barna úr, én rendben vagyok. Én is. Azt hiszem, hogy most már maga is rendben van. Meg van ígérve máskorban a hozományból, kifizetik az adósságokat, és mindig marad egy ilyen szép asszony. Az asszonyod enyém lesz. Képzelni azt! Az asszonyt is felvesszük a leltárba, 50% a magáé, 50% az enyém. Ne, az asszony teljesen az enyém lesz. Ugyanis, kedves kemény, meggondoltam a dolgot, és megházasodom. Ön nagyságát én
Fogom elvenni. Jön nagyságából árul, már meg is állapodtam. Megállapodott? Nem, megáll. Hiszen az előbb azt mondta, hogy az én feleségem lesz. Maga halucinál? Mit csinálok? Halucinál. Nem tudom, mi az a hal, de csinálok itt egy olyan bakrát, hogy elmegy a kedve a házasságtól is. Vegye tudomásul, hogy jön nagyságát, én fogom elvenni. Csak a testemen keresztül. Hogy írom meg a teste, azért megy a szolyomhoz. Maga, mit akar érteni? Kikérem magamra. Kikérem ki magam, mert hogy is elkedik itt? De uraim, hát miről árva ez itt, kérem szépen? Hát mit szok hozzá? A kemény meg akarja tiltani a házasságunkat. Hát, már megbocsásson. Hát nem, nincs semmi bocsánat. Megegyeztünk, vagy nem egyeztünk meg? Mi már megegyeztünk. Na. Na hát, hát nem az előbb. Mikor volt az előbb már? Na hát, maga egy aljas gazember! Ó, kedves Barna úr! Igazán örömömre szolgál, előbb hallottam, hogy megkérte a Mária húgom kezét. Igen, megkérte most bizonyára. Nagyon-nagyon szép ünnep lesz, amikor anya és leánya egyszerre mennek férjhez. Anya és leánya. Bizony, ő egy kisfeng. Jó Isten! Nagyon boldog vagyok, mama. Papa! Adásunkat megismételjük szombaton 12, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársai nevében is megköszönöm figyelmüket és kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra jövő hét pénteken!